Sziasztok! Úton vagyunk. Ja, egyébként vlogolok is ma, szóval néztek, hogy mit köszöngetek én, mert itt folyamatosan beszélek hozzátok, szóval igen, az egy vlog. Ez viszont egy ilyen körbenézős videó lesz. Úton vagyunk a Campónába. Rendeltem a Budmiltól egy csomagot, és most a kettő dolgot viszünk vissza. De az ügyletbe is vissza lehet vinni, úgyhogy ezt visszavisszük, illetve ott van mellett a Rossmann, akkor visszavisszük a kenyérpirítót is, mert sajnos nem vált be nekünk, nem jó teljesítményű, úgyhogy nem sikerült neki valahogy átsütni a szendvicseket, és sajnos vissza kell vigyük, úgyhogy ha már elmegyünk a Campónába, akkor egy kicsit körbenézünk, ugyanis a Teddyben képzeljétek el, hogy már kint vannak a Halloween díszek. Úgyhogy Elizával megnézzük a Halloween-t, ugye? Imádjuk a Halloween-t. Alig várjuk, mert nem is tudom, számoljuk vissza a napokat. Na, úgyhogy igen. Kampónás, körbenézős videó szerintem. Hát egy gondolat bemegyünk, megnézzük, hogy van-e valami szandál Lizának, majd az ovi kezdésre, majd augusztusra kell egy benti szandál, mert kinőtte a benti szandáját. Akkor ma van vele szemben a Pepco-da is benézhetünk. Én meg szeretném nézni a színszét, bár annyira nem szeretem, de egy kiegészítőket szeretem, úgyhogy igazából megnézhetjük a színszét is. Nem is tudom, mit lehet megnézni a Campónában, apa, mit szeretnél nézeket? Szintekben nem, ott van az a Tesco, ma volt, azoknak is van egy ilyen szendvics sütője, amit vesztek el, jól szeretem, hogy ezt van ott állítva, hogy meg lehet nézni, vagy csak megvenni. Jó, megnézhetjük. Úgyhogy irány a Campóra! Már rég voltam már a Campónában. Igazából tegnap. Mi eljöttünk megnézni itt a Hádában az új árukészletet. Több-kevesebb sikerrel. Ja igen, nem vettünk semmit. Nem tudom, sosem értem, hogy hol nyílik, melyik ajtón nyílik. Én ezeket sosem értem. Most ez itt középen nyílik, nem nyílik? Nyílik, jó van. Na, akkor most először első körbe megyünk balra. Megnézzük a Teddyt, a Halloween-t. Vadd a cukorautomata, de olyan jól néz ki. Virág alakú vadd a cukrot csinál. Na, van itt szandál. Leárazva. Na, de itt van. És nincs sorállás a Tropikáriumba. Kb. Nincs itt senki. Pedig a Tropikárium, már most mennek. Ott azért szokott elég nagy sor állni, főleg hétvégente. Na gyere, Lizókám, itt a Teddy. Megnézzük a Halloween-t. A mindenik ezek a csontvázak, koponyák, te jó Isten! Hogy néz ez ki? Jáj! Akkor itt főleg az ősziek vannak már kint, július elején. Citrom, hadjárat indul, amúgy éppen most vágtam meg egy Pepco-s videót, ma megy föl nektek.
Bambis. Na? Keressünk valami citromot. Nézd ezt a... Ez érdekes. Nézd ezt a békás... Hol vagy? A Eliza eltűnt. Gyere! Nézd! Békás sajpánt, érted? Békás? Na, ott van valami citrom. Liza, én találtam egy citromot. Letted? De tudom, akkor vannak leárazások már itt is. Jaj, de szép! Aszta! Liza, ez gyönyörű! Alma van rajta szerintem. Na? Milyen? Letegyem a hajpántodra? Uti? Jó, most a hajpánt nyilván fölnyomja, de egyébként jó lenne neki. Nincs ára. Jelenleg legalábbis leesett. Nézzük ott a másikon az árat. 1500 forint. Na? Annyira picik a sorok, hogy ide Alex nem is tud bejönni. Annyira összerett ez itt szűkítve. Na merre van? Szerinted valamilyen citromos dolog? Dinnyés tornazsák. Oroszlán királyos füzet. 1800. Hát én nem is értem. Tehát itt kifér el? Itt ez nagyon piciket. Nem is értem, ez nagyon le van itt. Vizem szűkítve, babakocsival ez esélytelen. Itt csak a Lizával tudunk körbenézni. Ez? Ez ott? Az mit csinál? Na nézzük meg. Aha, ott. Semmit. Lehet, hogy a... Miért nem csinálja? Ez meg ilyen projektor, azt hittem, hogy ilyen... Hogy hívják, az Polaroid? Nem. Ezt szeretted volna? Na, találtam akkor Barbie-s kulacsot. Vagy mi ez, poharat. Jó lesz? Ég? És ezt vártam. Mindig is ezt vártad a Barbie-sát? Jó, vagy lett, akkor most itt megtaláltuk. Na, mit nézzük? Még Ali ilyet választott a medencébe. Most tényleg kíváncsi vagyok, hogy a Tesco-ban megnézzük, hogy mikor lesznek már kint a tanszerek. Bekukkadom. Most nem megyek be, csak hogy így kintről megnézzük, hogy kipakolták-e már az iskola kezdést. Itt is van ilyen Color Reveal. Ez melyik széria? Color Reveal 6-os széria. 6000 forint. Picikék a sorok, és itt vannak a haverjaid, itt is, nézd csak! Itt vannak. Láttad a haverokat? És köszöntél nekik? Nagyon aranyosak. Nézd, ilyen nyuszi takarító. Ilyen kis picuri. Ez pont jó lenne nyuszit takarítani nektek, nem? 450, de tudnál ilyen nyuszit takarítani szerinted? Mit találtál? Törpi késet. De szerintem csak színező. Aha, törpi késet, meg matrica. Na,
Vagy lány. Egy pillanat, egy részre. Na, visszatakarításon nagyon hamar elment a szó, ugye? Hát igen. A visszatartás az nem csak öröm és boldogság, hát takarítani is kell, nyilván. Én nem. Majd kacsázunk itt, nagyon pici közgyerek. Ura jó az a legós. Na, nincsen citromos bögre, látod? Dog mama. Itt van valami citromos. Ez a fagyi készítő. Minó adod én ezt a, amit nekem van, és az enyémet köszönöm, hogy a... A gyerek így csak napjával lehet közlekedni, annyira picuri ez a kampóna állt. És itt nagyon szűkös. Na, itt vannak az édességek is. Ez milyen egy gyerek, akkor használod ezt a rengeteg édességet. Olyan cukorkaszag van itt. Na jó, hát ez egy kicsike peppó volt. Hogy megveszük a barbiset. Ebbe a sörtába. Na jó. Akkor kifizetjük aztán majd. Megyünk tovább. Gyere, Lizókám, már sohanunk is tovább, bár a Telekmanban vagyunk. A szegénykém most itt fogja szorongatni azt a kis itókását. Megnézzük gyorsan neked a szondát. Na hát ketten milyen hatékonyak vagyunk. Csak így pörgünk, kibe a boltokból. Nem nézzünk meg mindenfélét, mint apával. Na merre vannak a verejt a 25-től? 25-től 41-ig, atyaig. Hol lehetnek itt a szondárok, Lizám? De szép ez a cipő. Csillog, élőbe szebb. Sokkal szebb élőben, így is szép, de... Pamela mindig csal. Hol vannak a kis... Itt van egy szandála, nézzük azt meg, az mekkora. 28-as. Hát... Felpróbálod ezt? Nem tudom, most 27-es volt, amit kinőtt. Nézd meg ezt, hogy jó-e. 28-as. Várjál, elveszem a barbidat. De jó, most én nyertem egy ilyen barbis flakont. Nem tudom, hol vannak amúgy a kislány szandálok. Nagyon kevés. Nem nagyon szoktunk egyébként itt találni már nekik. A méretükben annyira... Hát, annyira kevéskék vannak. Ez de szép, ez az elefántán, de ez kicsi, 25-ös, 26-os, ez pici. Elefántánt szereztük régen. Na, az jónak tűnik most. Aha. Vedd fel a párját, megnézzük, hogy mennyire hajlékony a talpa. Ez egy valami jégvarázsos cipőjelettre. Ne hagyjuk majd itt ezt a dodont. Tudja, el fogjuk hagyni valahol, majd jöhetünk visszaért. Mi ez az elzás? Azt a mindenit. Ja, hogy hozzam a párját. Hát már nem sokáig lesz amúgy szerintem, jó? Már rajta van a lába a varráson. Meghoztam. Na, hogy el vagyunk fordulva, várj egy kicsit, mert...
jónak tűnik, fedd le a láb, vagy sétálj benne egyet. Jó, fordulj. Milyen? Kényelmes. Vigyük el? Jó, hát ez a szonda elmarad. Nézzétek, már így el ketté van törve itt a talbetét rész. Jajjaj, pedig szép. De hát ezt nem szabad, ez úgy el fog itt törni, mert most el van. Már nem. Visszatesszük. Sajnálom, de inkább megverjük szerintem a geox leárazást. Most is geoxa volt. Az kibírt itt egy szezont. Jó, kap-kap kéket akkor inkább anyagoljuk szerintem. Hát igen. Az elefántenek azok pedig tök jók voltak. Ezt szerettem nagyon. Mikor még picik voltak. Sketcher szögből csak ezt látom, leárazva. Nem. Ez olyan villagos. És milyen szép. Na majd jövőre. Jövő tavaszra megpróbálunk egy Sketcher cipőt szerintem neki. Szandált nem látok most, de jó az is. Jófá! Jaj! Ez olyan jó akar velünk ez a cipő, látod, Iza? Olyan jó könnyűek. Ez gyönyörű, ugye? De igen, az orvédő hiánya az. Egyedül én ezektől még félek. Ez milyen jó. Villám McQueen-es, vagy milyen ez? Aha. Na jó, hát akkor sajnos ideig ma nem nyert szandál ügyileg. Megnézzük a CCC-t, itt van pont szembe. Le van fagyva a Fox automata, a pasztíre nem tudja feladni a csomagot. Na majd akkor mindjárt valahol összefutunk velük. Valahol erre lesznek már szerintem a szandálok is. Én egyelőre itt nem. Ott, ez az fiús. Nem le, itt, itt már vannak, de ezek nem a bébik, de 26-os. Az a maci is, de aranyos már. Ezt imádom. Milyen cuki már, de ez bébi. Igen, ebben 24-es van. Hát ez milyen aranyos már, ez a, már most hibás az orra. Milyen aranyos ez a maci. Na, ennyi. Ennyi a szandál? Hát ez nem sok. Mekkora ez? 41-es, persze. Jó, de cuki. Ez, opa, az jönni akar. Ez milyen helyes. Köszi. Vannak itt, nézd csak ilyen hajpánt. 2446 ez a hajpánt, azt a minden itt iszó. Van sörjáratos szandált? Nem. Ezek itt, jaj. Apá, ez helyes amúgy Bentinek. Jaj, nézd, az igen. Ez a 41-es, én ezt nem értem. Ez milyen 41-es, Liza? Ez 26-os. Mennyibe kerül ez? Na. 7495. Jó, akkor megyünk a Geox-ba. Szerintem olyan július 14-e környékén már lesz. Tehát az még mennyi? Az még egy hét legalább. Vagy nem, annyi nincs. Ez a jövő héten már szerintem a Geox-ba tudunk menni akkor. Hát, ha már leárazzák a szandálokat. Jó, hát ez itt ennyi. Hirtelen mennyi elleptek a tropikáriumban. Itt várakoznak. Na, gyere! Hát nem jártunk sikerrel, szandál ügyileg az a helyzet. Tessék? Megkibásodott a foszpa. Megkibásodott a foszpa. Hát ez nem jó hír. Ez nem jó hír. Na, fel kéne adnunk egy csomagot, mert egy kis sorstársbeteg cicának szeretnénk elküldeni Sofinak a maradék
injekció kis, vagy egy kis ampulláját, meg a szuszpenzióból is ugye maradt, injekcióban maradt egy olyan kb. Heti adag, a szuszpenzióból is egy olyan másfél-két heti adag, úgyhogy egy kis titának kértek segítséget, és mindenképpen beltéri automatába szeretnénk szaladni, most 34 fokban nem szeretnénk, hogyha ott rotyogna, még úgy nem tudom mikor. Ma elvileg még üríthették, nem tudom, a teszkot akarom gyorsan megnézni, vannak-e már tanszerek. De csak nem megyek be, csak kívülről megnézem, aztán menjünk tovább a színszék felé. Na, de itt nem tudjuk szaladni most már. Direkt azért tudjuk el egyébként ma, és fel tudjuk pedig minél, mert ugye már 3 napra kezelik azt a cicust. Szerencsére a mi Sofink is megjött, vagy Puszedli is meggyógyult. Úgyhogy odaadjuk egy kis sorstársnak. Akkor majd az érde automatában talán az is beltérjét fel tudjuk majd adni. Hát hiszem itt még semmi. Még itt nem készülnek az iskolára, de még az OSÁ-ban sem készülnek az iskolára. Na, és az ügyfélszegelt is mondta, hogy nem tud mit csinálni. Azt mondta, hogy este meg, hogy még valami másikat is mondott, és kizárjuk azt. Az szupi. Aha, látom. Hát. Akkor megyünk tovább. Na, Laci megnézi a sütőt. A Tesco-mában azért csak jobb minőség van, mint az a rosszmanos no-name márkás. Bizonytalan, hogy az 750 watt ez mennyire lesz elég, mert volt egy másik, amit nemrég vettünk, 750 watt, és így vissza kell tenni, mert ugye sütött eléggé, meg a szendvicseket eléggé még maradtak. Volt egy régi, amilyen egyállásos volt az eső. Igen, ügyes senki lehet lenni, vagy égesse meg az ember kezét a ilyen egész pici kecsi feszülőkban. Erre egyébként 2 év van garancia? 3 vagy? 3 év garancia van rá. Na, Betalci. Szerinte ez jó lesz. Ugyanúgy ez is 750 wattos, mint a rosszmanos volt, de azért ez jobb minőségűnek tűnik. Cserélhetők a lapjai, amitől egy kicsit óckodtam, mert a Lidl-öst azt tudom, hogy ami a gofri sütő, meg panini sütő, meg meleg szendvics sütő, az nem jó minőségű. Hát reméljük, hogy ez jó lesz, bízunk benne. 3 év garancia van rá, úgyhogy ha nem jó, akkor vissza lehet hozni, azt mondta a néni. Végül is 2 fog majd kelni nekünk, ugye? De most ez akciós volt, utolsó darab volt, úgyhogy ezt elhoztuk. Aha. Kis picike. De ez nem az, ez egy elektromos grill. Nekünk szendvics sütő kell. De most már van, úgyhogy mehetünk tovább. Nem, 750-esek vannak mindenhol, de nem mindegy az anyag használat, na, szóval értitek, tehát azért egy 5000 forintost nem igen tudsz összehasonlítani egy 15-20 ezer forintos, vagy mitől van akár 30 ezerért is, ez most jól le volt akciózva, ez egy viszonylag jó minőségű, ugye? Reméljük a legjobbakat. Ha már egyszerűnk a DM-be, akkor már persze, hogy megnézzük az Eszi pultot, de van ilyen hajpacsmagot akarok megnézni. Meg gyönyörűek. Van zöld is, kék is, egy-egy darab csillogós, aha. Na gyere, ne megyünk hozzájuk. Azért kicsit csillámos kék. Ez tetszik? Hú, ez jó tele van csillámmal. Van arany. Na de valami ilyen haj. Hajkencét keresek. Azt a... Igen, a kedvenc uralmárkám volt. A Gary Weber Malt, a Betty Berkley. Azt a... Nem mondom, hogy ezzel megkérdezem, hogy én ezt nagyon szeretem. Ezt most magamra futtam, de annyira nem finom, mint ez a másik. Ez a Pepe Jeans. Ez a másik annyira nekem nem. És nagyon nézte itt a Liza, de valami gyereknek valót, én nem tudom, találunk-e, ami nem káros, de ezt
Hú, ez annyira nem. Ez sem én vagyok annyira. Ez egész jó. Hát nem tudom, Liza, van-e valami gyerekparfüm itt? Itt lent vannak, nézd csak a gyerekparfümök. Itt van egy pár, van Frozen-es, van egy ilyen Eiffel-tornyos, ez unikornisos parfüm, na ez a gyerekparfüm. Fújd a csuklódra, megtanulunk parfümet használni. Csuklódra fújd arra, erre. Aha. Úgy? Jó, elég annyi. Oké. Okay. Illetve még csillogós is, azt a mindenit. Aha, csillog. Jó szaglod meg? Na? Nem? Nem. Van itt egy Eiffel-torony, és én megszagolom. Aztán az unikornisos, az finom lesz. Vagy itt lesz a vatta cukros. Ez biztos fog ízleni, ezt kóstold akkor meg. Én is igen a vatta cukrosat szerettem, a sugar, mi is volt a sugar candy, vagy nem is emlékszem melyik volt az. Kicsit följebb ide a hajlatodba. Még így keveredni fogom el, úgy. Megtanulunk, gyere te is, meg is jöttél, na nézd csak. Nézzük meg a szuperhősöknek milyen illatuk van. Kérem a csuklódat. Ó, de mitől lett ilyen hódkoszos a kezed, atya ég? Akkor oda föl, mostad már a kezét. Ha? Na, akkor futás vissza kezet mosni. Ezeket mindig megnézzük, ezeket az érdekes kis állatkás dolgokat. Van itt Coca-Cola-s rúzs is. Na már egyszer csak lejöttünk oda hátra is. Na, ezeket ajánlották nekem, ezeket az Alfa Parfokat. És ebből van hajolaj. Na igen, ezt kéne majd kipróbálni. Hajnövesztő szírom az nem kemer, ahogy is gyorsan nő a hajam. Jó drágák ezek amúgy. Ez micsoda? Ezt mindjárt megnézem, olyan hajpakolás. Igen, ezeket akartam megnézni. De meg ezt az Ossit, vagy nem tudom, hogy mondják ezt. Ezt már régen is ajánlottak, ezt régen is szerette a régi fodrászom. Ezeket a... Én ki nem mondom, Ossi. De most ezt ajánlották nekem, úgyhogy ugye ránézek erre, hogy ez micsoda. Kiépítés nem igénylő hajban maradandó hajsimító, bontó, fluid, ez kell nekem szerintem. Ez a hajbontó kell nekem, 5500 forint. És csak az ilyenben, a rossz mamban nem láttam, ott nem lehet kapni szerintem. Ez már gyerek, Noé kezembe adott egy ilyen, mondom, mi ez? És ez is egy ilyen hajsimító, ez is pont ilyen hővédő spray, azt hiszem, de ez mi 6000 forint itt is egy ilyen is. De hogy hozom 6000 forint? Nagyon. Nem sok helyen találtuk ezt meg. Ilyen fodrásznak. Na. Azt hiszem, hogy én is. Hát igen, 4156. Hát igen. Több mint egy ezressel drágább itt a DM-ben. Ha mennyire szállítanak, azt nem tudjuk. Az neked való hajzsai, de te ne pakoljál le mindent. Elviszem. Nem, van hajzsai, van. 2500 van hajzsai, azt a mindenit. 2500. Hát, hogyha már megveszed a teljes izét, szedted esetleg. Na, jó van már. Ne. Nem szeretnél elkövetni, gyere. Jó van. Akkor melyet sokkal olcsóbb megrendelni, mint itt a DM-nek a durva. Na, ne ejtsed, mert ez üveg. Én fújjam inkább. De mi? Nem mostad le a kezed? Miért nem most? Mert ilyen fenyőgyamta. Mert a fenyőfalat játszott ma. Fordítsd el a kezed.
Hát akkor ide fújjon. Jön? Jó, akkor szagold meg. Mentolos. Mentolos? Az komoly, nem jó? Lizának se jött be az unikornisos. Na jó van. Megöntöttem, hogy inkább nem kísérletezem ezzel a hajkrémmel. Megszagoltam, és nincs valami jó illata, úgyhogy azért ennyi pénzért nem. Meg azt mondták, hogy nem jó az illata. És akkor meg nem szívesen használnám szerintem. De valami fog kelni, mert ugye a SteamPod, de valahogy nem működik együtt a hajam. Úgyhogy muszáj lesz valami ilyen... Elvég, amit vettem hővédő, azt mondta a fodrász, hogy madrászom, hogy tökéletes, hogy szuper. Csak az a baj, hogy 2 nap múlva tiszta zsíros lesz a hajam tőle, szóval ez nem jött be. Úgyhogy azért keresek valami másikat, és ezt ajánlotta, de meg mástól is ezt a tanácsot kaptam, hogy próbáljam meg ezt. De ez meg annyira nem. Nagyon drága egyrészt, másrészt az illata nem volt túl jó. Na, vagyunk tovább. Azt a nézzétek, mik vannak itt. Málnás túrómusztorta. Gyönyörűek. Azt a mindenit. Az ott el van adva a mangós. De van egy nagyobb. Gyönyörűek. Hívd fel a liftet? Nyom meg gombot. Megyünk. Ennyi nagyon durvák voltak itt az árak. Nem semmi. Igen, jó, hogy kíváncsi ez a gombot. Ezt. Na itt voltunk tegnap. Tegnap volt teljesen új árukészlet. Hát nem találtunk sajnos semmit. Úgyhogy megnézzük akkor a színszét. Liza, gyere! Itt meg lehet olvasni. Itt van ilyen bizalomkönyv, de azt olvasni, amit szeretnél. Annak, hát régebben voltak itt kanapék, most már csak székek vannak. Pedig itt volt benne 2 nagy kanapé, emlékszel? Ide? Nem hiszem. Ja, itt van egy altazú, ahol szegény nyuszik. Ide voltak kirakva húsvétkora nyuszik. Ilyen üvegkalitkában vannak. Ezeket folyamatosan jelentik egyébként a törpenyulás csoportban. Forgács például, ez nem valami színak. De ilyen üvegkatlanokban vannak. Most itt nem látok szott állatot, de... Ide gyönyörű ez, nézd meg ezt a kis ketrecet, az igen. Az nem semmi. Bibinek egy kültéri lakhatás. Kérlek szépen 170 ezerért. Nem beesik az eső, ez biztos jó kültérre. Ó, Bibi beázna. Ez nem jó kültérre. Itt van Bibinek kültérre. Na tessék, de várjál, itt meg nincs átjárás. Ez csak 2 személyes füzetek. Mi? Ez jó ketrec, nem? Kutyafekhely! Hogy? Nem, 136 ezer, te jó ég! Na, ott van a végében a szűzszély. Újabb RTS-ek. RTS-ek, a legújabb kiadás. Nézd meg nyugodtan, nyugodj le! Játék volt. Régi, jó. Na, ide értünk a színszélyhez. Kis epres ruha. No, 1295 forint le van árazva. Ez a Bluey kutya most nagyon sok helyen megjelent. Itt is van egy Bluey kutyás ruha.
toppancs. Ja, ez Méri Cica a másik, aha, ez aranyos. Yes. Hogy gyere, Lizácska? Hát a ruhák, itt találtam egy citromos dolgot. A ruhák annyira itt nem, azért nem is jön, mert nem Kláritól szeretjük ugye a ruhákat átvenni, jaj, de szép ez, nézd, csak ez milyen szép, ez a világ. Bing, ez biztos örülne ennek a Bing. A nyuszink. A ruhákat nem nézegetjük. Általában azért nem is jön oda hozzám. De az ilyen kiegészítőket már szeretjük itt. Na ez például micsoda? Ágy, tükör, de jó, ledes tükör. Ki tudjuk mondani? Kíváncsi vagyok. Mert a pillangó alakú tükör, úgyis mindig nézegeti magát ő is, meg a Noé is. És ez a tulipános, ez mi? Ja, sminkecset védő tetejére. Ezek az Nézd, ez így, te is ezt akartad? Na nézd meg akkor, mi ez a furcsa? Ez a valami... Mik ezek, gombák? Na vedd fel! Gombák, aha. Hát csúcs. $595. Kis írószerszett. Ez mi? Ki nézi ezt meg? Kis borsót találtunk. Na? Nem nyílik? Mik vannak benne? Borsók. Érdekes. Van még egy. Nézzek a borsót. Cuki. Textilpelenkát, vagy a bájréssel. Kis textilpelenka, anyag a ruha. És Alinak ez, nézd csak ez a nyelkendő. Ezek nagyobbak. 2000 forint. Ez micsoda ez a libás történet itt. Dehogy, csak megnéztük. Kis plusz borsót. Egy jó kis ilyen építőjáték. Ez nagyon helyes. A krokodil is. 495 forint. Tessék, van nekem itt matrasz, belefér a 2500 forintos keretembe. Ilyenek voltak a kipéket. Tudom. Karusz labda, nem veszünk Lisa labdát? Egy ilyen labdát? Na, mi van, Ali? Ja? Jaj, de, furulját nem. Uha, hangszerek, azt a mindenit. Jaj, ne, tedd vissza a borsót. Milyen jó kis labda.
De úgy látom, hogy nem. Nincs érdeklődő? Ja, Istenem, mindenféle zajosat. Na, Alinak, nézd csak! Csak az a bajom, azt néztem az előbb is, hogy ez biztos, hogy lejön róla. Nagyon patentos, az a baj. Jaj, de jó ez a dobolás. Pedig ez tök jó lenne, nézd! Miért tök jó nagy? De szerintem ez... Ugye ez lejön róla. Aliról. Mert nem patentos, hanem... Ja, ilyen paper bag. Az nem. Az első mosásnál már igen, nem használható. Pedig ezek jó nagyok. Na, mi van itt? Nézd, csak tudsz Katicának öltözni. Cica tábla. Itt nagyon sok minden le van árazva. De szép az a takaró. Az is le van olyan árazva, és csak azt a takarót, meg a szét, az kislányos. Mindenki hozzunk egy olyat, aminek rajta van az ár, 895, de hát, hogy ez kicuri. Jaj, fogod? 160-szor 130-as, az kicsi neki, vagy jó neki? Kicsi? 160. Na? 809? Csúszász, aha. Ez szép. Felekségű sorát hoztam. Mi az? Tűzoltós, vagy mi? Ne! Az komoly. Igen, nem tudtad, hogy annyi idős leszel. Hát igen. Itt találtad lufit? Igen. És mi ez a rengeteg lufit? Hát ez a ló itt. Liza, te ezeket szereted, ez való neked. Ja, ez van a pont a kezébe. Van a című napon. Jó van, Dudikám. Igen, Liza meg 6 éves lesz, bizony. Ez micsoda? Ezek ilyen legószerű dolgok. Aha. Ilyen kis legó. Utánzatok. De helyesek. Cicás szívószál. Na, itt van. Húsvéti szalvéta. Mik ezek a kis autós ilyen? Garland. Garlandok. Azt hittem, az Girland. Milyen kis parti cuccok ezek. Visszajönapi parti cucc. Na, van egy gyertya is. Ó, nézd csak. Vajanak a tortájára. Nautók. Milyen jó áron vannak ezek a dolgok itt. Micsoda, ezt szeretném megnézni? Tessék, ezt ilyen össze kell rakni a gyümölcsöket. Parti kiegészítő az is. Van egy unikorn is, as. Garland. Hát én nem, az nem Girland. Jaj, ez még ilyen csengő, ha.
Tessék itt a lányos. Mi a Noénak megmutat? Megmutatjuk a Noénak. Mennyibe kerül ez? 390. Melyem elmentek. Hova lettek? Itt, ott vannak. Most nem tudtam is. Na? Várjál, Anya nem tudja megnyomni. De hol van? Na? Itt a tiéd. Tessék. De jó, oké, elég. Jó, ezt nem hozzuk el, olyan idegesítő dolgokat nem hozzunk el. Na, vissza, gyertek, gyerekek, vissza. Ilyet biztos, hogy nem hozunk. Ez milyen helyes ez a kis, gondolom, ilyen fali polc. Tedd le, Dudikám, léci. Jó, Istenem, miért mutattam ezt meg? Nézzek, ez milyen helyes. Nézd, ez nagyon aranyos. Hello. Ugye? De nézd meg ezt a széket. Hát ez mennyire cuki már. Kis, hogy hívják? Semli vagy? Hokedli? Hokedli? Hát ez milyen aranyos. Meg itt fölötte ez a szívecskés is. Kis puf. Hát imádom. De ez ilyen cuki. Hát ez nagyon. Ó, nyuszi Káspárna. Ennek nincsen már meg a takaró változata? Mert volt egy nagyon helyes takaró, nem? Ilyen nyuszikás. Azt most már itt nem látom. Valami megint, de ezek nem mi vagyok, mert ott ülnek. Én van, azt hiszem megint mi. Mit csinálunk valamit? Örültök a kis paksziknak? Istenem, mint a kincsek. Kincsek lennének, igaz? Gyert rá. No, ennyi lett volna a kis kampónás körbenézős videónk. Majd bevásároltunk, igen. Hát még vettünk egy meleg szendvicsütöt, ami remélhetőleg már jó lesz. És vettünk három kis... Ja, a Lizának a barbis pohár. Megvan. Igen. Azt már keressük egy ideje, de most itt végre megtaláltuk. Ja, hát mint a kincseket úgy őrzik ezeket a kis sütő dolgokat, hogy jó lesz majd a hűtőtáskába. Jó, sziasztok! Én.